Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, és a Kölcsei Televízió egy fontos pillanatához érkeztünk. Ezen a héten ugyanis egy új műsor indult a csatornán, ez pedig az Épp Testben címmel, és ezzel kapcsolatban már is itt van velünk nagyszerű kolléganőm, Tóth Marianna. Szia, ugye a házigazdája vagy ennek a műsornak. Hát mesélj, honnan jött az ötlet? Igazából én is nemrég kezdtem el edzőterembe járni, és ott tapasztaltam azt az edzőkkel, illetve az odajárókkal, hogy tényleg nagyon sokan vannak, akik nem mernek elkezdeni semmilyen sportot igazából, vagy azért, mert szégyellik a túlsúlyukat, és ez már egy ilyen ördögi kör náluk, vagy pedig más okokból kifolyulag. És ahogy beszélgettünk az odajárókkal, meg az edzőkkel, így körvonalazódott, hogy lehet, hogy ez ösztönözné őket arra esetleg, hogyha látnának egy ilyen műsort, hogy akár ők is elkezdjenek bármilyen sportot, mert ugye igazából teljesen mindegy, hogy mit sportolunk, csak valamit tegyünk az egészségünkért. Csak mozogjunk valamit, igen, igen. És milyen szakértőkkel dolgoztál már eddig együtt, illetve kikkel tervezel? Két személyedző van a segítségemre a műsorban jelenleg, akik ezt tanulták is, illetve már ebben dolgoznak elég régen, de tervezzük, hogy akár dietetikust, gastroenterológust is bevonunk. Ugye van egy táplálkozással foglalkozó része is a műsornak, és azt gondolom, hogy ez a kettő azért szervesen összefügg a mozgás és a táplálkozásunk, úgyhogy tervezzük, hogy akár komolyabb szakembereket is bevonunk a későbbiekben. És hogy érezted magad az első forgatáson? Mesélj egy kicsit, milyen a másik oldalon lenni. Borzasztóan izgultam igazából, a fiúk is nagyon izgultak, egyébként nekik is teljesen új volt ez a dolog, de én azt gondolom, hogy lassan belerázódunk és jó lesz. Na, hát rendben, én nagyon sok sikert kívánok nektek hozzá, és mitől más ez az Életmód magazin, amit te most itt kitaláltál, ugye egyrészt személyes tapasztalat alapján, másrészt pedig tulajdonképpen a te átalakulásod is benne lesz majd valamilyen szinten a műsorban, bár nem tudom már hova akarsz alakulni, de mit tervezel, amit feltétlenül szeretnél megosztani a nézőkkel? Ugye most egy kicsit ilyen bevezető részekkel kezdtünk, amiben általánosan foglalkozunk az edzőterv, vagy foglalkoztunk az edzőtermi sztereotípiákkal, és azzal, hogyha valaki mondjuk nem tud eljárni valamilyen okból egy csoportos foglalkozásra, vagy egy terembe, akkor otthon hogyan tud tenni az egészségért, mert pontosan tudjuk, hogy csak az időt kell rászánni, az teljesen mindegy, hogy hol vagyunk otthon, is nagyon sok mindent meg lehet csinálni, illetve a táplálkozási részben is egy ilyen általános makrotápanyagokkal foglalkoztunk, és hogy egyáltalán tényleg csak nagyon apró változások is sokat számítanak, vagy változtatások. És a későbbiekben pedig szeretnénk bemutatni akár csoportos órákat, amikre el tudnak járni az emberek, illetve olyan mozgásformákat, amiket tényleg otthon tudunk végezni, akár négy fal között, és nem kell hozzá csak egy vizes palack, vagy egy gumikötél, esetleg egy hullahopp karika, tehát bármi olyan, ami tényleg hatékony, és tényleg tesz azért, hogy jobban legyünk. Pár perc is elég. Igen, tehát akkor tulajdonképpen hosszú távon az a célod, hogy aki ilyen gátlásokkal küzd, hogy nem mer elkezdeni mozogni, és ezért nem mer kimenni mondjuk futni a parkba, vagy egy edzőterembe, próbáljuk meg ezeket leküzdeni, igaz? Hát akár az is, igen, illetve egyáltalán ösztönözni arra, tényleg mindenhonnan ez folyik most már, hogy a legfontosabb dolog, amit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk, az a táplálkozásban és a mozgásban keresendő, és mégis ezt a kettőt hanyagoljuk el talán leginkább. Igen, igen, a rohanó világban nem olyan egyszerű, igen, ezt véghez vinni, de egy jó napirenddel ugye kivitelezhető. És akkor a te személyes tapasztalatodat is hozd meg velünk, mert ugye mondtad, hogy elkezdtél járni te is edzeni, odafigyelsz az étkezésre. Be tudtad-e már ezeket az elemeket építeni a saját kis életritmusodba? Hol tartasz? A mozgást azt igen, azt nagyon könnyen. Igazából szerintem ezt, ha az ember elkezdi és minimális változást is tapasztal, és ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy mondjuk valaki elkezd fogyni vagy izmosodni, hanem hogy másképp érzi magát, levezeti a feszültséget, és nagyon sok mindent lehet tapasztalni szerintem, akkor azután az úgy jön. Nekem most már például konkrétan hiányzik, ha egy héten háromszor, négyszer minimum nem tudok valamit csinálni, futni, biciklizni, terembe elmenni, bármi, csak valami egy órát csináljak. A táplálkozás az nehezebb, az a része, de szerintem ezzel a legtöbben így vagyunk. Nem is mindig tudjuk úgy alakítani a napot, hogy oda tudjunk erre figyelni, úgyhogy az, amivel én leginkább küzdök, de lassan talán majd ez is beáll.
Igen, meg ugye szokták ilyenkor javasolni, hogy az a legjobb, hogyha tisztán akarsz étkezni, akkor magadra főzöl. Na, hát ezt annyira nem egyszerű ám egy rohanó hétköznapi menetrendbe beiktatni, és akkor a leglényegesebbet hagytam a végére, mesélj, mikor látható a műsorod. A műsorunk egy héten háromszor látható, kedden, csütörtökön és szombaton, kedden és csütörtökön 20-25-kor, szombaton pedig 21-50-kor. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Na, izgultál nagyon? Igen. Reméljük, hogy a többi felvételnél már nem fogsz. Köszönöm, hogy elmondtad. És hát, ha valaki esetleg még nem látta volna ezt az új magazint ízelítőként, akkor most megmutatjuk a műsor főcímét is. A mozgás és az egészséges táplálkozás is sokat segíthet, hogy szép legyen a bőrünk, azonban vannak olyan időszakok, például ugye a forró nyár és a kánikula, amikor a bőrápolásra érdemes külön figyelmet fordítani, ebben pedig most szakértő fog nekünk segíteni, név szerint dr. Beleznai Gyöngyike bőrgyógyász. Sok szeretettel köszöntelek itt a Weekend stúdiójában, hát akkor kezdjük is rögtön innen a kánikulától, ugye? Nagyon sokan küszködnek ugye a száraz bőrrel télen. Mi a helyzet nyáron? Ugyanazt a bőrápolást kell ilyenkor is használnunk, ugyanúgy kell krémeznünk magunkat, vagy ez teljesen bőrtípus függő? Krémezni mindenképpen érdemes, mindig érdemes gondozni a bőrünket. Lehet, hogy egy picit mást igényel nyáron a legtöbb bőrtípus, mint télen. Általában kevésbé gazdag krémek, inkább hidratálás az, ami fontos, illetve különböző bőrirritáló hatások után a bőrnyugtatás fontosabbá válhat. Bőrnyugtatásra mit szoktatok bőrgyógyászként javasolni? Mert ugye nagyon sokan használják az aloe verát, például ez ugye korunk egyik nagy vívmánya. Ti ajánljátok-e például? Mindenképpen nagyon sok dermokozmetikum is tartalmazza ezt a hatóanyagot, a nyugtató hatását érdemes kihasználni. Azt jó tudni, hogy bizonyos, nagyon ismert nevű hűsítő vagy viszketés csillapító készítmények viszont fényérzékenyíthetnek. Érdemes a gyógyszertárban tájékozódni, vagy bőrgyógyásztól megkérdezni, hogy mit biztonságos használni nyáron. Összességében az alap bőrápoláshoz a tisztítás, tonizálás, hidratálás arcon is és testen is nyáron is mindenképpen hozzátartozik. És ha már nyár, akkor természetesen napozás. Ugye ilyenkor tudjuk, nagyon jól szakemberek ajánlása, gondolom ti is így tudjátok, illetve ti is ezt szoktátok javasolni, hogy 11 óra és délután 3 óra között ne tartózkodjunk tűzőnapon lehetőség szerint. Próbáljuk meg védeni ne csak napvédőkrémekkel, hanem akár szellősebb ruhadarabokkal is a bőrünket. Hogyan javasoljátok azt, hogy megmaradjon a kis napozási élmény, legyen nyári barnaság, de mindezt egészségesen csináljuk? Hát az egészséges barnulás az relatíve nehezen elérhető. Az a lényeg, hogy ne legyen legfőbb cél a barnaság. Legfőbb cél az egészség legyen, és ehhez fényvédelemre mindenképpen szükség van. Sok apró szempont fontos lehet a fényvédők használatánál. Jó tudni azt, hogy bármilyen magas faktorszámú fényvédő használata mellett is egy kis gyengét szint elérhetünk. Ha azzal megelégszik valaki, az a legokosabb. Érdemes tudni, hogy körülbelül fél óra, hogy hatni kezdjen biztonsággal egy fényvédő. Tehát már a reggeli fogmosáskor érdemes felvinni arcra nőknek minden áldott nap, akár novemberben is, de márciustól októberig mindenképpen. És testre is ne akkor, amikor kimentünk a strandra és már ott tűz a nap, hanem előtte lenne jó felkenni. Igen, csak ilyenkor ugye általában attól szoktunk félni, mondom ezt saját tapasztalatból, hogy ameddig eljutunk a strandra is leizzadunk kicsit, a ruha ledörzsöli rólunk. Ez mennyire maradnak fönt a bőrünkön azok a védelmi kis részek, pigmentek, amiket ugye tartalmaznak a naptejek? Két óránként általában érdemes pótolni. Nyilván, ha az ember strandon van, víz éri ezért is. Ha izzad, mert hogy nem hűsítette le magát, akkor azért, de összességében jó tudni, hogyha semmi jelentős izzadás és külsőleges hatás nem ér, akkor is körülbelül két óra alatt csökken a hatékonysága a fényvédőknek. Tehát ha valaki nagyon tudatosan azt várja el a fényvédőtől, ami rá van írva, akkor két óránként pótolnia kell valamilyen formában. Rengetegféle fényvédő van, tehát mindenki találhat olyat, ami
az arcbőr típusának, a teste igényeinek a praktikum szempontjából megfelel különböző fújós, tejállagú, spréállagú, stiftállagú, krémes, színezett, nem színezett krém választható, és vannak olyanok is, amelyekkel könnyű pótolni ezeket néhány óra múlva, akkor is, ha nincs a közelben tükör, akkor is, ha smink van az arcon. Strandolásnál egyszerűen el kell vinni egy közepes, nagy napfényvédő tejet, és tudni kellene, hogy egy átlagos mennyiségű, átlagos méretű tubus elvileg jó használat esetén egy házaspárnak egy hétvégén elfogy a strandon. Hoho. Mindenki szívére teheti a kezét, hogy neki el szokott-e fogyni két nap alatt, ha szerintem, nem, akkor akár belehúzhat. Igen, és akkor itt napvédő krémekről azt hiszem, hogy kiveséztük, de a felsorolásod alapján is nehéz egyébként eligazodni a boltok polcain is, hiszen olyan széles spektrumban, olyan széles választékban válogathatunk tényleg a folyékony, a krémállagú, a fújós és társai között, hogy hát mindenki a saját bőrtípusának vagy éppen kedvének megfelelőt próbálja választani. Viszont ugye én is ebben a helyzetben vagyok, mert hogy rajtam is elég sok az anyajegy, aki ugye ennyire pigmentált, vagy ne adj Isten, valamilyen öröklött bőrbetegségben szenved, mondjuk a vitiligó. Nekik mennyivel kell jobban odafigyelni? Akinek nagyobb a melanoma kockázata, tehát például világos a bőre, nagyon sok az anyajegye, sok nagyméretű anyajegye van, vagy a családjában fordult elő bőrrák, vagy ő korábban többször megégett, annak az embernek még inkább óvatosnak javasolt lenni. Tehát a napégést mindenképpen kerülni kell. Ehhez leginkább az segít, hogy fényvédőt használ az ember, nyilván ne aludjon el a napon, hanyat fekve déli 12-kor, tehát óvakodni kellene a megégéstől, már egy jelentős napégéstől akár kialakulhat bőrrák, tehát ne forszírozzuk ezt, ennek érdekében azért egyszerűbb felkenni egy krémet, egyszerűbb időnként pótolni, egyszerűbb egy időnként egy hosszú ujjú leninget felvenni. És ha már itt tartunk, akkor egy kicsit térjünk át a műanyag strandra, hogy én hívom a szoláriumot. Mi a véleményetek nektek bőrgyógyászoknak, hogy egészséges szoláriumozást tudjuk, hogy úgysem létezik, de amikor már vége a nyári időszaknak, és szeretnénk a nyári barnaságot valamilyen szinten fenntartani, akkor hogyan használhatjuk a legokosabban a szoláriumokat, illetve kell-e valamilyen készítményt kenni ekkora bőrünkre, ajánlott-e? Hát összbőrgyógyász társadalom szájával csak azt tudom mondani, hogy úgy tudjuk legegészségesebben használni, ha abba az utcába se kanyarodunk be. Ha nem akarok átlagnőként ennyire szigorú lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon minimalizálni javasolt, mert semmiképpen nem egészséges az a fény sem, sőt károsabb, mint a nap. Igen, igen, nekem is van ugye ismerősöm, aki jóformán melegedni jár szoláriumba télen, tehát több időt tölt benn sokszor, mint 10 perc, és nem heti egy alkalommal, gondolom ez erősen ellenjavalt. Az egy picit túlzás, és ha nem is minden áldott percben a bőrrákon jár az eszünk, előbb-utóbb öregíteni fogja a bőrt, tehát már csak hiúságból, már csak ilyen mindenkit elérő öregedési folyamatok elkerülésére, vagy legalább késleltetésére érdemes csínyán bánni a szolival is, meg a jelentős napozással is. Nyilván vannak olyan bőrtípusok, bőrbetegségek, amelyeknek jót tesz a fény, és akár fényterápiaként egy néhány perces szoli vagy fénykezelés jó lehet az adott bőrelváltozásnak, de minimumot is a napégést javasolt kerülni. Összességében az a szemlélet lenne jó, ha egyre inkább elmélyülne az emberekben, hogy nem cél a barnaság, nem szebb a nagyon barna bőr, nem is egészségesebb a nagyon barna bőr. Tehát legyen egészséges, hidratált, saját bőrünk, ha télen valaki szép barna akar lenni, önbarnitót használhat. Igen, mert hogy ezeknek természetes anyagokból vannak, vagyis van olyan termék, ami ugye természetes anyagokból készül az önbarnitó esetében is. Még egy nagyon fontos dolog, röviden, mert sajnos véges az időnk, kicsit visszatérve az anyajegyekre. Én, aki például én is egy kicsivel többen rendelkezem, mint egy átlag ember, milyen időszakonként érdemes megnézetni az anyajegyeket, mert meg kell, kedves nézők, ezt jobb, ha tudják. Gyakorlatilag bőrrákszűrésről van szó, amikor az anyajegyeket vizsgáljuk, és hát annyiféle rákszűrés javasolt, a legfontosabb talán azért a bőrrákszűrés, mert a legagresszívebb daganattípus a melanoma
átlagos esetben évente egyszer elegendő. Nyilván a vizsgálat során ezt már megbeszélhetik a bőrgyógyászsal az adott betegek, hogy ő mit javasol. Ha nincs jelentősen nagy gond, akkor évente egy dermatoszkópos vizsgálat kielégítő gyakoriságot jelent, és minden egyéb szempontot vizsgálat közben meg lehet beszélni a szakorvossal. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elláttál minket hasznos tanácsokkal. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megtudtunk, és ha testünk, lelkünk és bőrünk megkapta a megfelelő figyelmet, akkor foglalkoznunk kell egy kicsit a házi kedvenceinkkel is. Erre pedig szuper lehetőség volt a Fesztivál az állatokért rendezvény is. Hát nézzünk is bele egy kicsit, hogy milyen volt a hangulat. A rendezvényen rengeteg jó tanácsot kaphattak a gazdik, most egyet mi is kivesézünk, egy kicsit mélyebben méghozzá azt, hogy hogyan könnyíthetjük meg a forró nyár elviselését a kedvenceinknek, bár jelen pillanatban éppen nem aktuális, mert egy picit visszahűlt az idő, de nagyon reméljük, hogy azért ez a nyár tartogat még melegebb időszakokat, és vendégünk a stúdióban pedig ugye Vidra Betty, a PCAS elnöke. Szia, üdvözöllek! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na hát beszéljünk akkor egy picit arról, hogy a nagy hőségben hogyan tudjuk megkönnyíteni a hőség és az egyáltalán levert napokat a házi kedvenceinknek, és mire érdemes leginkább odafigyelni. Én úgy szoktam leegyszerűsíteni, amikor
fordulnak hozzánk tanácsért, hogy magunkból kell kiindulni, tehát önmagunkból. Gyakorlatilag az állatoknak ugyanolyan igényeik vannak ilyen vonatkozásban, mint nekünk. Tehát ugyanúgy az ivóvíz, az árnyék, a hűvös, és amit kiemelten kezelnék, az az autóban hagyott állatok. Igen. Ahogy a gyerekünket sem hagyhatnánk az autóban, bár sajnos volt rá precedens, hogy a gyereket is az autóban hagytak. Hiába van lehúzva az ablak, a gépjármű olyan szinten felforrósodik a belső tere, ezt tudjuk magunkról, akik autót vezetnek, vagy autóval szoktak gyakran utazni, és nyári időszakban ezt megfigyelhetik, hogy bárhogy lehúzva hagyja az ablakot, azért, ha beül, ott jelentős hőmérsékletemelkedés tapasztalható, amit a szervezet nem tud akceptálni. Tehát az állatok szervezete se tudja a hőt leadni, ugye nekik nincsenek verejtékmirigyeik, ők a nyelvükön keresztül próbálnak meg hőt leadni, és ez az iszonyú lihegés. Tehát ez olyan hőemelkedéssel jár, hogy akkor áll be a sok hatás, amikor is a hősok, ugye a hősok teljesen a halál állapotáig elviheti őket, hogyha nem kapnak időben segítséget. Úgyhogy erre kiemelten felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy bármennyire is árnyékban áll, bármennyire is résnyire nyitva hagyja az ablakot, az édeskevés ahhoz, hogy a hőmérsékletet megváltoztassa odabent, tehát nincsen szellőzés igazából, az, hogy egy picit van levegőcserélődés, az, hogy kint is meleg van, bent is meleg van, ez nem jelent semmit. Tehát az árnyék, a hűvös ivóvíz, hogyha a hőguta tünetei jelentkeznek már az erős szívverés, lihegés, összeesik az állat, rosszul van, akkor azonnal locsolni kell, és meg kell próbálni minden hamarabb orvoshoz eljuttatni, mert felborul a keringés, és az halál állapotáig is elvezethet, hogyha nem kap időben segítséget az állat. Itatni kell őket folyamatosan, friss ivóvíznek kell előttük lenni, mert pontosan ugyanaz, mint amit mi magunknak is szeretnénk. Nem hagyjuk tűzőnapon kikötve őket, kikötve meg egyáltalán nem, ugye rövid láncon hagyva. Árnyékot biztosítunk nekik, búvóhelyet biztosítunk nekik. Tehát pontosan ugyanúgy gondolkodjunk, mint a gyerekeinkkel kapcsolatban, vagy saját magunkkal kapcsolatban, és akkor nem sokat tévedhetünk, nem sokat hibázhatunk. A másik probléma még a városokban, illetve most már a falvakon is, a forró aszfaltnak a problémája. Ugyanezt akartam kérdezni, mert ugye ilyenkor a sétáltatási időpontokat is érdemes áthelyezni. Pontosan. Vagy füves területre vigyük el az állatokat minél előbb, és próbáljuk meg az aszfaltozott területeket kerülni, ugyanis ha valaki leteszi a tenyerét az aszfaltra, tehát ne legyünk restek kipróbálni, hogy milyen hőmérsékleten bír. Ugyanez az állati tappancs is, ugye egy bőrréteggel borított vékony, tehát igazából nincs rajta védelem, tehát nincs rajtuk cipő, úgyhogy ő nekik is nagyon érzékeny, és nagyon súlyos égési sérüléseket szoktak szenvedni a kutyák ezáltal, hogy forró aszfalton sétáltatják őket. Igazából addig a tulajdonos észre sem veszi, ameddig nem kezd el furcsán járni az állat, kapkodja a lábát, vagy pedig amikor már megtörtént a bőr felszíni égése, akkor ugye már nem is tud ráállni igazából, elkezd bicegni, attól függően, hogy melyik tappancsa égett meg. Úgyhogy ezek nagyon, nagyon nagy odafigyelést igényelnek, de igazából józan paraszti észre gondolkodva ez semmi probléma nem lehet. Igen, és ugye felelősségteljes gazdiknál is megtörténhet ugye a baj, már egyszer elmondtad a tüneteket, de ezt nem árt többször elismételni, hogyha esetleg már a hőguta jeleit mutatja a kutyus, akkor melyek ezek a tünetek, mikor kell nagyon odafigyelni, hogyan tudjuk még házilag kezelni, és mikor kell azonnal orvoshoz rohanni? Én azt szoktam tanácsolni, hogy ha már ezek a tünetek jönnek, én mindenképp orvoshoz irányítom az embereket, ugyanis nem lehet tudni, hogy milyen, hogy reagál, tehát mindenkinek a szervezete más, és nem lehet tudni, hogy az utóhatások mik lehetnek, vagy idősebb kutyánál ugye másképp áll helyre a rendszer, egy fiatalabb kutya egy picit könnyebben tud talpra állni, de nem minden esetben lehetnek szervi genetikai problémák is, amik közbeszólhatnak, és egy maradandó károsodás is felléphet. Hát sajnos a legsúlyosabb eset, amikor már a teljes eszméletvesztésbe áll a hősok, akkor ez egy olyan traumatikus állapot, ahonnan kezdve a hűtés. Az a lényeg, a hőgutának a lényeg az, hogy felforrósodik a test. Felforrósodnak a folyadékok a testünkben, és ezeket minél előbb le kell hűtenünk olyan hőfokra, hogy a szervezet el tudja viselni. És azonnali kórházi ellátást igényelnek. Tehát ilyenkor a keringés visszaállítása, infúzióra kötés. Sajnos az újraélesztést azt nem is részletezném, mert ez egy külön témakör, tanfolyamon oktatják, hogyha beáll a halál, akkor utána az újraélesztés azonnal meg kell kezdeni az állatoknál is, de a hűtés az a legfontosabb. Hogyha eszméleténél van az állat, ez látható
jelek vannak, ugye, hogy még tud magáról, és tud, képes inni, akkor mindenképp meg kell próbálni megitatni, hogyha teljes eszméletvesztés van, akkor nyilván semmit nem szabad a szájába tennünk, mert megfullad. Így van, igen. Nagyon jó, hogy ezeket elismételtük újra és újra, mert ugye a gazdiknak nem elég ezt hangsúlyozni elég sokszor, ugyanis jönnek-mennek a hőhullámok, nem tudjuk kiszámolni, mikor milyen idő van. Vannak olyan kutyusok, akik ugye lakásban élnek, leginkább rájuk jellemző, akik megszoktak egy menetrendet, és hirtelen meg kell borítani egy hőhullám miatt. Óhatatlan, hogy néha-néha mi is megfeledkezünk egy-két dologról. Így van, de vannak trükkjeink. Igen, mesélj, mindenre kíváncsiak vagyunk. Igen, a nyári időszakban az állattartóknak, pláne akik gyakran utaznak autóval, gépjárművel, vagy hosszabb utakra mennek az állatokkal, szoktuk ajánlani, hogy ne csak maguknak készítsenek be innivalót, hanem az állatoknak is külön. Ehhez lehet kapni nagyon jó ilyen kis adagoló flakonokat, amihez van ilyen kihajtható tál, és igyekezzünk benzinkuton, vagy ahol megállunk esetleg forrásoknál, ott gyakrabban cserélni, mert ez is felmelegszik. Tehát az állatok sem szeretnek forró vizet inni. Ebben is ugyanúgy kell gondolkodnunk, mint önmagunkról. És a másik módszer pedig a hűtésre, hogyha nincsen, hát a klímát nem nagyon szoktam ajánlani, megkötő hártyagyulladás az állatoknál, ugyanúgy, mint az embernél, megfázás. A nagy hőingás miatt ugye náluk is megbetegedéseket okozhat a klíma, meg érzékenyen reagálnak rá, de hogyha végképp, tehát ha nincsen klimatizált autónk, vagy klimatizált lakás, vagy olyan helység, akkor mindenképpen érdemes hideg-vizes törölközővel utaztatni az állatot, hogy segítsük a hőleadását még azzal is, tehát nem csak a nyelven keresztül, gyakran megállítatni, kivenni az autóból picit sétálni, hogy mozogjon a szervezete, a keringésen elboruljon fel, és akkor utána a hideg-vizes törölközőre visszafeküdhet, hogyha nagyon meleg van, és minél előbb árnyékba kiszállni, hogy levegőjegye. Szóval ezeket komolyan kell venni, mert ezek súlyos károsodásokat okozhatnak, pláne már, hogyha a hőgutát kap, akkor a agyi károsodás is beállhat. És még röviden egy picit hagyd kérdezzelek meg arról is, ugye, hogy vannak extrém állattartók is, akik például gekkót tartanak, vagy mondjuk vadászkörényt, esetleg emut. Nekik szerinted, hogy elviselhetőbb a hőség? Van-e tapasztalat ezzel kapcsolatban? Mert tudjuk, hogy PCAST tényleg mindent mentettek, ami él és mozog. Úgyhogy vannak-e tapasztalatok? Például extrém állattartásnál miket tudsz javasolni ilyenkor? Hát szerencsére kevesen tartanak ilyen extrémebb állatokat, és reményeink szerint, akik olyanokat tartanak, azok felkészültek az adott fajból, és fajta jellegnek megfelelően, ugye, akik déli állatok, tehát ők eleve jobban bírják a meleget. A gekkó is, mint hüllő, eleve alacsonyabb a hőmérséklete, ő magának. Nyilván, ha teráriumba tartjuk, akkor azt állandó hőfokon kell tartanunk, tehát ott nem lehet megengedni se a túlmelegedést, se a túlhűtést, és ezeknek az állatoknak viszonylag azért gyakran biztosított a megfelelő tartási körülmény. Nagyon kevés esetben hallunk olyanról, vagy tudunk olyanról, hogy ilyen állatok emiatt bekerülnének kórházi ellátásba, vagy az állatvédőknek emiatt kellene segítséget nyújtani. Úgyhogy ennek örülök, és remélem, hogy aki ilyen adja a fejét, ő tényleg engedélyhez kötött állatokat, nyilván engedéllyel, és úgy, hogy a fajta alapos ismerete után vesz magához ilyen állatot. És tulajdonképpen ez a kutyákra és a cicákra is így pontosan kellene, hogy működjön. Kiemeltem már velük, meg nagyon sokon, és sajnos nagyon sokon. Így van. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és a hasznás tanácsokkal segítettél nekünk. Még azt hiszem, hogy mondhatok valamit. Mondhatsz valamit, mondd. Elnézést. Nem ez nagyon fontos. Igen. Hogy én arra szeretném megkérni a lakosságnak, az állatbarát részét, hogy ha góborállatokat látnak, akkor a nyári időszakban, a nagy melegben legalább vizet, ivóvizet tegyenek ki nekik, mert ők nem tudnak honnan hozzájutni. Pláne a nagy a szárazság és a kiszáradás. Rengeteg olyan kutyára érkezik bejelentés, nem győzzük menteni őket, hogy ilyen az éhség és a szomjúság miatt kiszáradnak, illetve hősokkot kapnak, és egyszerűen ez csak egy kis odafigyelés, meg emberség. Ne legyünk restek segíteni, főleg a hőség idején, hogyha szomjasak az állatok. Teljesen igazad volt, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Hát mi még Bettivel beszélgetünk egy darabig, önöktől azonban elköszönünk, mert hogy ennyi fér csak a mai víkendbe. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor a Józsa András Múzeum egyik izgalmas kiállítását mutatjuk majd be. Érdemes lesz akkor is nézni minket. Kellemes pihenést és jó hétvégét kívánunk. A viszontlátásra!